2021. július 10-e szombat van, itt vagyunk Felső-Tárkányban, fent a Via Ferratán, ugye már itt voltunk, itt ágazik ketté a Kristályhíd, illetve a Kálvária, és ugye a múltkor a vietnámi hídon mentünk tulajdonképpen keresztül, és ez a felső rész kimaradt. Ez egyébként egy 76 méteres C-s nehézségű útvonal, ezen fogok végigmenni. Egyébként ma már egyszer végigmentünk az egészen, ez a második mászás, csak az elsőnél elfelejtettem bekapcsolni a kamerát. És egyébként Bécivel, Pistivel és Robival vagyunk itt. Robi épp most megy át a hídon, én pedig akkor elindulok felfelé, és akkor megnézzük, hogy itt van kiírva, Kálvária 76 méter C-s nehézségű, hát kipróbáljuk, hogy milyen. Igazából csak azért készítek róla felvételt, hogyha valaki készül ide, akkor lássa ezt is. Tulajdonképpen ugye itt fölmegy keresztül ezzel a kis bevágáson, és akkor ott fog leereszkedni. Hát ott BC-től picit lejjebb kapcsolódik vissza a másik útba. Az előbb ezen jöttünk mindnyáján, most a többiek a hídon mentek, csak ugye akkor a híd foglalt volt, aztán akkor erre tettünk kitérőt, csak én meg már ott jutott eszembe, hogy én ezt végül is videózni akartam. Hát ez egy ilyen függőlegesebb szerű sziklafalon megy, nem olyan vészes. Egyébként itt látszik pár kristály, meg ott feljebb is van. Az előbb ez fel se tűnt. És hát is nem tudom, hogy miről akartam beszélni. De a múltkor ugye kicsit későn értünk le, aztán már ide nem tudtunk visszamászni. Későn is jöttünk. De most talán jobban látszik, hát alattunk lent az út, a híddal, és hát egészen tetszik ez a tárkányi pálya. Nem túl nehéz, kényelmes, kétszer-háromszor végigmegy rajta az ember, aztán edzésnek tökéletes. Hát talán ez itt a legnehezebb része, vagy az, ami a legjobban igénybe veszi az embert. Mutatom, itt van bent egy kis barlangszerű nyílás, remélem, hogy látszik a kamerán, és akkor gyakorlatilag mindjárt itt vagyok a legfelső pontján. Marhára remélem, hogy elindítottam a felvételt. Itt pedig szintén egy kicsit olyan kristályos nőzetek vannak, mindjárt megpróbálok benyúlni egyért. Hát látszik talán, hogy csillog a törés, ugye ez kalcit. Mészkő sziklán mászunk egyébként, de talán már említettem az előző részben. Soha nem meglepő, hogy itt esetleg találkozhatunk vele. Jó meleg van, eső után vagyunk. A BC-k ide visszajöttek fotózni, és elég párás a levegő egyébként. Meg az első mászásnál még kicsit még vizes volt néhol a talaj. Ugye a mészkő sziklák között van, ahol kis föld van lerakódva. És figyelni kellett, mert ez a sár rárakódott a cipőtalpára, és kicsit csúszott is, de egyébként nem volt vészes. Ha valaki számít rá, hogy akkor kézből megtartja magát, és nincs vele probléma, akkor se, ha lecsúszik a cipője. Bár talán egy kicsit több munkát kíván meg a kezektől, de biztonságos, közben pedig kicsavargatom a kantáron átapasztásnál. Valahogy mindig sikerül megtekergetnem azért, mert ugye azért van rajta ez a színkód, mondjuk kijelöljük a zöldet egyesnek, akkor az legyen mindig elő, csak én meg előszeretettel így keresztbe akaszgatok, aztán meg sündörödik az egész. Na, hát szerintem gyakorlatilag mindjárt itt is vagyok a végén. Hát még nem a végén, mert innen még van egy visszaereszkedés is. Ugye látjuk, hogy egy kicsit visszafordulok. Ugye ott ágazik el a két útvonal, és gyakorlatilag feljövünk ide, majd itt pedig a másik oldalon, a kisfának a másik oldalán vissza ereszkedünk. Hát nem tudom, hogy ezt a videót majd hozzáfűzöm az előzőhöz, vagy csinálok belőle egy másikat, majd meglátjuk. És innen látszik a visszaereszkedés. A BC-k most itt visszamásztak egy kicsit egy darabon, de azért egyébként az egyirányú, abban az irányban megy. De mivel most gyakorlatilag itt rajtunk kívül nincs senki, ott másznak még valakik, de az is lehet, hogy ők sziklamászók. Most messziről úgy tűnt, mintha nem Via Ferrata felszerelés lenne rajtuk. Úgyhogy nem tudom, hogy ők Via Ferrataznak. Sziklátnál ezt meg, bocsánat, egy kicsit össze-vissza beszélek, ide is meg oda is kell figyelnem.
nem lenne jó idő előtt lemenni. És ne felejtsük el mindig biztosítani magunkat. Hát ezen a szakaszon ugye a parkoló az teljesen itt van a pálya elején, talán mutattam is az első videóban, úgyhogy ezen a szakaszon akárki végig tud jönni szerintem hátizsák nélkül, mert úgyhogy vizet se kell hozni. Hát talán másfél órára van kírva a szintidő, de szerintem egy óra alatt végig lehet rajta menni. Nem, igaz, nem néztem, és a múltkor, hogy fotózgattunk, videózgattunk, meg ugye Anna még először volt ilyen mászkálós részen. Kicsit lassabban is mentünk, de másfél óra alatt úgyis megvolt az egész. És hát akkor látszik, hogy gyakorlatilag már itt vagyok a hídnál. Hát a hídon nyilván gyorsabban át lehet, vagy le lehet tudni ezt a szakaszt, mint itt felfelé, úgyhogy a többiek már valahol a másik irányba haladnak. Na meg én az elején még megálltam kicsit fotózni is ott a híd végén. Legyenek már képek is. És akkor gyakorlatilag ugye bele is érkezek a másik útvonalba. Hova akasztok? Esze. Vagyok itt már csavarodva. Jó meleg van amúgy. Nem is az, hogy meleg, hanem párás a levegő. A múltkor úgy végigjöttünk rajta, mutatom ugye megint, ott van fent a híd, hát gyakorlatilag már kicsit alá is mászta, tehát ott kerültük meg fönt a sziklát, vagyis hát nem is a sziklát, hanem a sziklába ezt a bevágást. Itt van egy mini híd, ezen végig lehet gyakorolni, és nem tudom, látszik, ellenézek, most már a másik cipőbe jöttem, hát ennek merevebb a talpa, ég és föld a kettő. Ugyanis a múlt karomban voltam az, hát gyakorlatilag mint egy csimpánz, úgy kapaszkodtam lábammal, és rá tudtam volna markolni a kötelekre. Na, hát szerintem ennyi volt akkor a mai videó, ugyanis ez a rész már talán ismerős lehet, hogy nem is húznám vele az időt, nem mutatnék itt vele senkit. Hát igaz, hogy talán már itt a múltkor kicsit sötétben mentünk végig, az igazság, hogy nem volt időm, hogy azóta nem néztem a videót, hogy mit vettem fel, sőt már szerintem vagy lassan két hónapja nem nyúltam a videókhoz. Ugye látszik most, hogy miért tekergetem meg mindig a kantárt, mindig egy ilyen pördítős átakasztást használok, nem tudom miért, ne csinálja ezt senki. Szóval ha kéket akasztját először, akkor nyilván így könnyebb elé akasztani, de mögé kellene akasztani, és akkor nem tekeredne össze. Jó tanács annak, aki erre felé mászik. Na, hát akkor ennyi volt szerintem a mai túra, majd legközelebb még kicsit tekergetek, és akkor majd legközelebb folytatjuk, hogy mivel, azt még tényleg nem tudom, közben már itt vannak utolértük BC-ket, mennek is fölfelé a, hát ez a mászótorony rész, nagyon szépen néz ki egyébként, tényleg ajánlom mindenkinek, hogy jöjjön el ide mászkálni, pláne hogyha itt Felsőtárkány környékén van. Tényleg nagyon jó kiépített útvonal, táblákkal, informatív. Nem is túl nehéz, de ugyanakkor tényleg, pláne ha valaki most próbálgatja, bontogatja szárnyait ilyen, akkor eljöhet. Ugye lent van egy kölcsönző, parkolótól ott a piac tér felé, a tó mellett, gyakorlatilag egy 50 méterre. Úgyhogy nem valaki, vagy fentről Pisti, vagy valaki lerúgott egy kis kavicsot, azon nevetgélnek, hogy valami jön lefelé. Na szóval akkor ennyi volt a mai túra, majd legközelebb folytatjuk.